Kékenték vagyok, és ez itt egy új sorozat kezdete, amely nem más, mint a Tyranny. Nos, aki nem ismeri ezt a játékot, ez egy viszonylag új játék, a Paradox Interactive, illetve az Obsidian Entertainment közös gyermeke, és egy nagyon-nagyon érdekes és politikai és morális kérdéssel foglalkozik, a jó és a gonosz küzdelmével, azonban a nem a szokásos és sémás perspektívából, mely szerint a jó mindig győzelmeskedik a gonosz fölött, avagy hogyha a gonosz győzelmeskedik, akkor te a jó oldalán álló hős vagy. Itt épp az ellenkező történik, te a gonosz oldalán álló, hát egy olyan csatlós vagy, akinek a kezében mégis ezerek sorsa nyugszik, és ez a játéknak az alapkoncepciója. A maga a játék az egy izolált felsőnézetes fantasy RPG játék, és hát én néhány videót néztem róla, illetve elkezdtem magamnak egy végigjátszást, de úgy határoztam, hogy inkább videóban vigyük végig együtt ezt a játékot, mert ez egy zseniális darab, úgyhogy kezdjük is el. Ez a sorozat fogja leváltani a Battlefront sorozatot, ami hát egyébként még működőképes lenne, viszont sem kedvem, sem alapvetően kedvem nincs felvenni, illetve nem is nagyon néztétek azt a sorozatot, úgyhogy inkább lecsérjem erre, remélem ez jobban fog tetszeni, nekem nagyon tetszett ez a játék eddig, úgyhogy remélem nektek is fog. No! Játszunk normálon, mert még viszonylag új vagyok ez a játékhoz. Itt van mindenféle, csak amikor csak a story mód van, tehát hogy igazából minden ellenfél pöszre megdöglik, meg vannak a szokásos, paradoxos, nehézségi szintek, mindenféle plusz szivatás, ezeket majd egyszer kivihetjük, és egy nagyon-nagyon jó és érdekes ilyen, kicsit ilyen görög mitológiás grafikája és ábrázolása, nekem nagyon tetszik. Van egy görög mitológia foglalkozó játék, ami, meg a jelben most nem teszem, de majd linkeket bemutatod hozzá a leírásban, megtalálom. Annak van hasonló grafikája. No, és most embertől sokat fog tölteni, mert az első betöltőképernyőn nekem valamiért ilyen nagyon hosszú ideig tart. Úgyhogy lehet, hogy ezt kivágom. Nos, hát itt is vagyunk az intróval. Közben egyszer kifagytunk egyébként. For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world, and two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Nerat, spymaster and archon of secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Grave and Ash, archon of war and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the adjudicator, archon of justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Amint azt elfelejtettem mondani, angol tudás erősen állt ez a játékhoz, nem szeretnék mindent fordítani. Maximum ugye a szokásos, hogy ti elolvassátok, én megpróbálom összefoglalni, de csak a fontosabb dolgoknál, mert tényleg rengeteg a szöveg, egy hatalmas nagy lore van mögé az egész mögé építve, és tényleg nem akarok most fordításra húzni mindenkinek az idejét. No, hát a karakterünk az egyértelműen férfi lesz, nem vagyok himsovinista, még semmit, csak jobban szeretek férfi karakterrel játszani. Ugye azt mondták, hogy ebből északiak vagyunk, úgyhogy legyen fehérbőrű a csávó. Azt mondja, hogy... nézzük, vannak ilyen pofák vannak itt. Ez ilyen hülyén néz ki. Tudom, ez az alap, ez annyira nem vészes. Jó. Haj. Hajstílus. Azon néz ki rosszul. Ez kicsit úgy néz ki, mint a... ezért, várjátok? Egy kicsit úgy néz ki a csávó, mint a szőke herceg a Shrekből. Na jó. De ez a haj egyébként nem rossz. Legyen barna. Legyen valami tetkónk. Mondjuk... jó, ez érdekes.
Ez menőn néz ki. Csak kivéve úgy, hogy a pofánkra is van nyomva belőle, az úgy nem néz ki jól. Ez hol van? Hát, ez eléggé tré. Ez tetszik. Ez jó. Fekete. Ez jó. Oké. Ezek szakák, elvileg fiatalok vagyunk, úgyhogy nem. Portré, hát mi legyen. Igazából azt nem, ez az alap, ez nem rossz. Vagy talán ez. Ez kínai. És még mindig nem vagyok rasszista egyébként, emberek. Ez jó lesz, ez megfelelő nekem. Na, hogyan csatlakoztál Kairos hadseregébe? Pitfighter, katona, vadász. Törvényszegő. Ez érdekes. War Mage. Guild Apprentice. Noble Scion. Azt hiszem, hogy én maradok a Noble Scionnál, ez egy relatív jó hátteret ad. Annyi a lényeg, hogy a szüleinket megvádolták valamiféle bűnnel, és mi magunk pedig, a szüleink valami kisnemesek voltak, és mi magunk tiszteltük őket Tunon az Adjudicator, annak nem tudom, mi a magyar fordítás, talán ítélethozó. Szóval Tunon előtt tisztáztuk a szüleinket, és ezért méltónak találta, hogy fel vegyen a soraiba. Na nézzük, primary skilljeink mik legyenek. Kard és pajzs. És most fogunk kifagyni. Nem, azt hittem. Jó, kard és pajzs. Ez jól néz ki egyébként ez a gír. Greatsword, kétkezes kard. Rövidi. Gondolom lovassági. Ilyenkor mi rakad be a játék? Ez ilyen ninja. Ninjon. Sok spells. Gondolkozok ezen. Mert a sok az elég erős dolog. Vagy pedig ilyen frost, az atropi az ilyen, ilyen gyengítő varázslatok, szerintem legyen frost, és kombozzuk egy atropival, és kapunk speciális harci képzettségeket, de ezt majd a következő videóban elmondom, hogy mire jók, ugyanis ma még nem fogunk eljutni oda, hogy a karakter játszunk, hanem előtte még lejátszunk a hódítást, ami egyébként a játék legjobb része. Nézzük, csináljunk magunknak valami jó kis címert. Nap. Ez elég tréül néz ki. És valahol tűz, te van, király. Nézzük, arany és vörös. Jó. Karakterünk pedig vörös és... legyen ez vörös és ez sárga. Ez meglehetősen... ez tetszik, nem rossz. Jó, legyen ez. Na, adjunk neki nevet. Mondjuk, ugye ez ilyen kicsit görög meg római, legyen Titus. Na, osszuk el a pontokat. Ez a fizikum, atletik, quickness, az atletiknek egy ilyen kis széje, alcsoportja, vitality, vicces köbben az intelligence, és resolve, hát igazából ez is az intelligence. Hát mivel diplomata, ezért voltunk, mivel nemesek vagyunk, ezért szerintem erre így rá lehetne pakolni. Habár azért egyet az állóképességre meg az erőre is teszünk. Nézzük, milyen skilljeink vannak. Control Force, Control Atrophy. Hát ilyen 35-re föltolom mindkettőt. Magic Stuff. Egy 30-ig. Lore, az nagyon fontos lesz később, az a pofázási képesség. Jó. És akkor hogyan kezdjük? Kezdjük rögtön a hódítással. Ez igazából egy nagyon poén kis előszakasza a játéknak. Ami arról szól, hogy hódította meg Kairos hadserege, a könnyek, Tears, valami hasonló. The disfavored and the scarlet chorus march south from the northern empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. In the early days of 428, Kairos's armies arrive at the gates of judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors until it's too late. Divided Imperia. Nos, itt is vagyunk a hódítási térképen, ugyebár
Igen, itt annyi van, hogy Kairos inváziója alatt különböző tetteket hajthatunk végre, ami majd a későbbi játék során fog nekünk hírnevet szerezni a különböző frakcióknál. Alapból a két frakció az a Disfavored, ezek gyakorlatilag az ilyen spártai légió, és a Scarlet Chorus, ez meg a mob, gyakorlatilag a horda. Ilyen, hát ilyen gyakorlatilag, ilyen fegyelmezetlen, mi ez, nagyon rasszista vagyok, de megint azt akartam mondani, hogy oroszok gyakorlatilag ilyen halomra, nem kímélik se az emberi erőt, se az életeket, és igazából ilyen csak masszív és tömeg alapon harcolnak. A Disfavored az pedig pont ez az elit légió, kis létszám, bajtársiasság, hát egy elég alakulat. No, az első állomása a hódításnak az a Fattyúváros, vagy The Bastard City. Itt a kis leírás róla, én ezt már nagyjából tudom, mert már egyszer elkezdtem ezt a játékot, itt a fódítást meg is vittem. De itt is több opció van, úgyhogy nem mindent vittem végig, csak ezt mondjuk pont végigvittem. No, és itt vannak döntések, amit nekünk, mint hát ilyen sorsdöntőnek kell meghoznunk, hogy hogyan fogjuk bevenni ezt a várost. Nos, az első Gates of Judgment, ez az első nagyobb összecsapás, itt az ítélet kapujánál, vagy pedig be lehet osonni ebbe a városba. Nos, az igazi összecsapás az már a város falain belül zajlik. A Disfavornek és a Scarlet Chorusnak is megvan a terve, hogy hogyan osonjunk be ebbe a várba. Na, melyik kihez csatlakoztunk? Ezek itt rédelni akarnak, azt hagyjuk a fenébe, hanem csatlakozunk Gravenashez és a Disfavoredhez a beosonási hadműveletben. Jól van. Igen, lényegében a sikerült észrevétlen eltüntetnünk lából az ellenséges felderítőket. No, Containing Fire... vagy tűzmágusokkal kell elszámolnunk, vagy pedig egy szövetséges, illetve egy árulót kell találnunk a falakon belül, szerintem keressünk árulót, mert tűzmágusokkal nem vicces szórakozni. Elfogtuk a határőrséget, igen, a Disfavored. Igen, és beosontunk a Fattyúvárosba, és árulót keresünk, na ki az első. Egy megkeserlett kapitánya az őrségnek, vagy pedig egy csempész. Hát, próbáljuk meg lefizetni a kapitányt. Közben egyébként Nerát hangjai csuttognak a háttérben, nem tudom, mire hallatszódik. Ez a Scarlet Chorusnak a zarkónja. A lebegős fickó. Na, igen, és ez a fickó kinyitotta nekünk a kaput. Na, nézzük. Disfavored meg akar óvni annyi életet, amennyit lehet, és csak a kapitányát a védőknek kell megölnünk párbajban. Egy lázadás a kapukon belül, vagy pedig mindenkit leöldösünk a vezetőségből. Hát szerintem párbajozzunk nyíltan a város marsaljával. Igen, és meg is öltük, és a Fattyúváros elesett a hadúr hatalma előtt. No. Szóval így néz ki a hódítási része a játéknak, szerintem elképesztően jó, illetve tök jó kis történetek vannak az egész mögött. Nem tudom, nektek mi a véleményetek róla, engem elsőre behúzott ez a játék, nagyon király. Na, lássuk. A Fattyúváros most már a Kairos uralma alatt áll. Egy ígéretes karriert jósolnak neked a hadseregben. Tunon utasítást küldött, hogy csatlakozzunk Kirosz hódításának következő állomásához, vagy egy bíra és hát overseer, ilyen kormányzó ennél a Latinas Crossing nevű településnél, vagy pedig egy harci tanácsadó a hadseregnél, ami Apex város, Apex birodalma felé nyomul. Hát Latinas Crossing, ez egy ilyen vasellátással foglalkozó hely, vagy pedig Apex. Mondjuk Apexbe szerintem. A másikat ezt meghagyom nektek végig játszásra. Na, 429 TR, az nem tudom mi lehet, a második év, a hódítás második éve. Itt is vagyunk Apexben. Apex, the modernization of Apex Revolution. A vendégház királynői uralkodnak e fölött a nemzet fölött évszázadok óta.
Ez a könnyek szívében fekvő kis királyság, és ez egy ilyen elzárt hely, és senki nem mehet át a könnyeken anélkül, hogy hátba ne tudnák kapni ezek az emberek, akik itt laknak. Nos, mindenkit ide küldtek, igen, mivel ide küldték a Disfördét és a Scarlet Chorust is, maradok aztán a Scarlet Chorusnál, mert magyarul hülyen hangzik, úgyhogy, ja, hát akkor lássuk, mit tartogat nekünk Apex városa, na nézzük. Az Edgering Pass-nál egy ütközet. Archon of Stone, az ki a halál. Presented problems and opportunities. Jó, hogy mágus iskola. Vagy pedig a kő arkonja. Nézzük a kő arkonját. Kern a kő arkonja, ő a Disfavorok egyik szövetségese. És hát... annyi a lényeg, hogy... Kern leöldösött mindenkit, még azokat is, akiket a Scarlet Chorus maga az ősorébe akart fogadni. Na hát... Ez nem biztos, hogy jöjjön, nézzük a másikat. Egy vízmágus iskola fenyegetést jelent ránk. A Disfavored el akarják ezt pusztítani, a Chorus pedig el akarja őket fogni, hogy... megtanulják a művészetüket. Hát én itt most a Scarlet Chorus támogatom, mert mindig jobb hasznot húzni az ellenfélből, mint csak simán leöltösni őket. Ez mondjuk nem annyira jó. Igazából csak lassabb halált adtunk szerencsétlen iskola vezetőknek. Na mindegy. Egy fogoly, egy túsz kapitány. És egy megmérgezett kút. Nézzük a túsz kapitányt. Elkaptunk egy ünnepelt ellenséges hőst. Érdekes, hogy itt pedig pont, hogy a Scarlet Chorus akarja megölni a hőst. Nem öljük meg. Visszaküldjük egy üzenettel. Ja. Hol van? Érdekes, hogy itt meg pont a másik hadsereg gondolkodik innovatív módon, na mindegy. Nos, lássuk Apex bukása. Hogyan tudnánk elfoglalni ezt a várost? Nos, hogyan szerveztük meg, hogyan komponáltuk meg Apex bukását? Lássuk, mi a Disfavored-nek álláspontja. Úgy látom, ők a békés megoldást választják, vagy pedig... vagy pedig leöletjük a királynőket egy tárgyaláson. Hát maradunk inkább a békés tárgyalásnál. Igen, hiába voltak maga, csak végül ők is meglátták az értelmet ebben az üzletben, úgyhogy átadták a város kulcsait Kairosznak, hadúrnak. És hát Apex elesett, és ráadásul békésen, aminek mondjuk örülök, szeretek nagyon pusztítani. No, és akkor jön hát a harmadik állomása a hódításnak. Itt is egyébként látszik a különbség a két hadsereg között, mert a Scarlet Chorus az éppen ünnepel, miközben a Disfavored már jövőre készül a következő csatákra. Na nézzük, az utolsó állomásunk pedig vagy Azure, vagy Azur. Itt ide küldték Kent, a kő arkonját, hogy elfogják, illetve leigázzák az úr nemzetét. A Vellumi Citadella. Ez egy ilyen kincses, gyakorlatilag egy ilyen zenkatedrális szerűség tele tudással, meg titkokkal, meg infókkal, ez érdekel. Vagy pedig Stalwart, ez pedig egy ilyen elit katonákkal rendelkező birodalom. Menjünk a Vellumi Citadellához, érdekel ez a hely. Most lássuk. 430 TR, Kirosz hódításának harmadik éve. Nos, a Vellumi katedrális, vagy citadella. Nézzük itt egyébként, hogyha ráviszitek az aranyjal írt, vagy hát ilyen narancssárgával írt nevekre az egeret, akkor kapunk egy ilyen kis háttérsztorit. Igen. Igazából leírja, hogy itt egy a Toll és a Tinta iskolája nevű szervezet működik, ami a tudásnak és a
mi a tudományoknak és a titkoknak szentelt az életét, illetve a fennmaradása ezektől a dolgoktól függ. Nos, lássuk csak, hogy fognak ezek a tudósok reagálni egy megszálló hadseregre. Lássuk, egy békés megadás véresbe fordult. Hú, bakker, jó kezdődik. Vagy pedig Sirin, az nem tudom ki. Song Answered Some... Nézzük ezt, ki ez? Á, Sirin, az a dalok arkónja. És a... Ja, ezt gondolom, ilyen szirén gyakorlatilag, csak egy betű különbség. Mert hogy az énekével átállított ellenséges mágusokat a mi oldalunkra. Aha, és már megint a Disfavored kezdett el random mészárogatni. Hát, igazából... Szerintem jó lenne békíteni egyébként kicsit a Disfavored-ot is. Legyen ez. Jól van. Következő, lássuk. De jó, ez a Siri nekem nem tetszik, itt mészárlásra szól egy gyakorlatilag föl. Ó. Oh. Hát ebben mondjuk egyetértek, tehát konkrétan mi ez, egy lázadás szított a Scarlet Coruscanton belül ez a Sirin, és pont azért, hogy ő azt mondta, hogy azért, hogy megfelelő emberek kerüljenek a sereg vezetésére, viszont a Disfavored úgy gondolja, hogy ez a hódításra veszélyt jelenthet. Egyetértek velük, úgyhogy azok, akik parancsnokok voltak, azok okkal voltak parancsnokok, na mindegy. Igen, megtiltottuk nekik ezt a gyilkolászós tradíciót, mert ez elvég egy tradíció ezek szerint, amíg a Bellum Citadella kampánya, vagy hát a hódítás véget nem ér. Na jó. És lássuk, a tűz ediktuma. Ó, de jó, itt hagytak a Scarlet Coruscantosok, és nagyon kevesen maradtunk. Tunon üzenetet küldött, hogy elfogyott Kairos türelme, és a hadúr egy ediktumot, egy tűzediktumot kasztolna az ellenségre. Ezek az ediktumokról annyit kell tudni, ezek ilyen rohadt erős varázslatok, amik hát kb. Bármire képesek, tehát itt írja is, azt hiszem, hogy ediktum kb. Bármit olvassátok el, vagy tud tűzesőt idézni, vagy el tudja pusztítani a termést, demoralizálni egész városokat, elhozni az örök éjszakát, vagy akármit. Úgyhogy ezek gyakorlatilag a mesterszintű varázslatai ennek a hadúrnak. Úgyhogy... Úgyhogy ja, hát... ezt nekünk kell ráolvasnunk a Vellum Citadellára, ennyit arról, hogy megszerezzük a titkait. Nézzük a Disfavored, mit mondott. Nem... tehát, hogy ne figyelmeztessük őket, és azonnal kasztoljuk rájuk, vagy... Vagy pedig ugye vannak bent kémeink, úgyhogy inkább várjunk, amíg azok ki tudnak jutni. Én azt mondom, kíméljünk meg annyit a mieink közül, még mint az ellenség közül, és végül is ők is emberek, amennyit lehet, úgyhogy várjunk egy kicsit. Igen. És az ediktum felolvastatott, és a Citadella elpusztult a tűzben. Meg még egyébként volt ott egy rakás magma is, és akkor nőtt a helyére egy hegy. Nos, innentől kezdve ezt a helyet a könnyek népe úgy ismerte, hogy úgy ismeri, hogy a lángoló könyvtár. Most már csak egy vulkanikus kráter. Ja. Na jól van. És Tunon újra szolgálatba hívott minket. Ugye ő még mindig az urunk. És ezúttal pedig a következő nehéz szituációba,
ami viszont már csak a következő videóban fog megtörténni. Ez volt a hódítás része a Tyranninak, szerintem egyébként még mindig egy hatalmas poén része a játéknak. A következő, illetve az ezután következő részekben már viszont maga a játék következik, úgyhogy hogyha szeretnétek azt látni, akkor dobjatok erre a videóra egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Ha pedig kérdésetek, észrevételetek van a csatornával, a munkásságommal, ezzel a játékkal, vagy akármivel kapcsolatban, írjatok odalent egy kommentet, dobjatok egy e-mailt, vagy írjatok Facebookon, mindenképpen válaszolni fogok rá. Addig is pedig ez volt, ami már a derék, ez volt itt már a Tyranni. Ha tetszett nektek, akkor iratkozzatok föl. Sziasztok!